Ki ne lenne kíváncsi kedvenc színésze, színésznője öltözőjére? Megnézni, hogy éppen a legújabb szerepét próbálja, majd körbevezetne a színházon. Beszélgetni vele, felpróbálni néhány jelmezt, majd elkészíteni vele egy közös fotót. Álmodozni lehet, mondják most sokan. Azonban szeptember 12-én szombaton a Víg Színházban bárki valóra válthatta ezen álmait, hiszen a Víg Színház társulata ismét nyílt nappal várta a rajongókat és a színház látogatókat. 8. alkalommal rendezi meg a Víg Színház a nyílt napot, amit most már Vígnapnak hívunk. Ez tulajdonképpen az évad első nagy eseménye, ahol a színház és a közönség egy kicsit kötetlenebb formában találkozhat. A nézők nagyon szeretik ezt, kicsit belesni a kulisszák mögé, közelről látni a színészeket, végigjárhatják az épületet, próbát nézhetnek, vannak beszélgetések. Nagyon sok a látogató, ezt mi is tapasztaljuk. Említett a próbákat, mely előadásokba kukkanthatnak bele? Hát a készülő előadások, tehát az évad első három bemutatójába tekinthetnek bele. A Játék a kastélyban, amit Marton László rendez, ez a Víg Színház, hát tulajdonképpen a második bemutatója, hiszen az első az Otelló lesz, október 17-én. A Pesti Színházban pedig október 3-án a Nővágya című radikális musical lesz a színház első bemutatója, a házi színpadon pedig Bartis Attila Romlása. Ugyanakkor Eszenyi Enikővel ma is a Nyilas Tünde beszélget szintén itt a Víg Színház büfében. Ez egy teljesen nyitott rendezvény, tehát sok egyéb apróság is van, vásárolhatnak plakátokat, lehet jegyeket, bérleteket venni, fényképezkedni a kedvenc színészekkel, autogramot kérni, jelmezeket felpróbálni, sminkeket kipróbálni. Ha jól tudom, akkor egy kiállítás is helyet kapott, hiszen egy pályázat volt kírva az Otelló című darabnak a ruha tervezésére, melynek a nyertes pályázatait megtekinthető. Így van, a Moholy Nagy Művészeti Egyetemmel együtt írtunk ki egy pályázatot az Otelló jelmezterveire, amit egy nagyon fiatal egyetemista alkotócsoport nyert, és ennek a terveit láthatják szintén a nézők. A mai nappal nem ér véget azonban a Víg Színház programja. Vasárnap a Magyar Dal napján lesz egy nagyon színes műsor, amelyet a Víg Színház társulata a színházhoz kötődő zenész és énekes barátok és vendégek adnak. Csupa-csupa magyar dalból, a Víg Színház repertoáriából és a Víg Színházhoz kötődő szerzők dalaiból. És 20-án, jövő vasárnap a Magyar Dráma napját ünnepeljük a Pesti Színházban, ahol szintén vetítések, beszélgetések lesznek a magyar dráma kapcsán. Azt gondolom, a Víg Színház Budapesten élen jár a bérletezőkből. Így lesz ez az idén is? Hát olyannyira, hogy már messze meghaladtuk a tavaly ilyenkori bérleteladást, ami azt gondolom, hogy ebben a válságos időszakban bravúros teljesítmény. Tavaly ilyenkor 10 000 bérletesünk volt, most már 14 000-nél tartunk. Mit lehet tudni, milyen előadások láthatók majd itt a Víg Színházban? Az említetteken kívül a Pesti Színházban lesz még két előadás, Molnár Ferenc 1-2-3 és az Ibolya című két egyfelvonásosa a fiatal Szabó Máté rendezésében. Az ottani harmadik előadás pedig Almodovár Minden anyámról című nagy sikerű filmjének a színpadi változata. Ebben lesz majd látható Eszenyi Enikő színészként ebben az évadban, ez az ő szerepe. És lesz egy rendkívüli bemutató az év végén. Marton László rendezi a Varázsfuvolát az Operaházzal koprodukcióban, az Operaház énekeseivel. És lesz még tavasszal a Hegedűs a háztetőn, az egyik legkedvesebb és legkedveltebb musical, a musical irodalomból, szintén Eszenyi Enikő rendezésében. A mai rengeteg program mellett lehetőség van esetleg bérletek vásárlására? Hát mindig lehetőség van, itt is, ez alkalommal is. Mindazokat, akik most itt megjelentek, azokat, akik nyilván a színház legközelebbi barátai, azok kedvezménnyel is kaphatják a jegyeket és a bérleteket. A mai nap vége pedig egy nagyon kedves gesztussal fog zárulni, hiszen végsütit lehet vásárolni, amit, ha jól tudom, a színészek saját maguk készítettek el. Ugyanakkor az onnan befolyt összeg pedig egy nagyon jó helyre fog menni. Igen, az Ódri Színész Otthon lakói kapják támogatásképpen.
Épp az előbb a büfében, illetve a délelőtt, mielőtt a rendezvény kezdődött, a színésznőink azon vetélkedtek, hogy ki hány óráig sütött. Azt hiszem, hogy a győztes az valami 3:30-kor fejezte be a süteményét, és akkor tette be a hűtőbe. Úgyhogy az igyekezet és a munka nem, és a szeretet nem hiányzott belőle, reméljük a nézők is szeretni fogják.